Egy nagyon szép napsütéses júliusi nap van, és hova megyünk, Brigi? Harkányba. Így van, elindulunk Harkányba, a hétvégén csobbanunk, szétnézünk Magyarország egyik legszebb környékén, és pihenünk. Mi gondolsz a Harkány helyzetről mostanáig? Még nem láttam belőle semmit. Csak a piac. De az jó néz. Igen? Szeretnél még ide visszajönni az itt tartózkodásunk során? Így van. Igen. És mit szeretnél vásárolni? Hát, amit lehet. Ami engem érdekel viszont, az a kaja. Én ugyanis csevapot kértem, és remélem, hogy fincsi lesz itt a csevap. Jó napot kívánok, Bonnár Brigitta vagyok. Foglaltam önöknél szállást. Egy 10 perc múlva ott vagyunk. Jó, köszönjük, viszont hallásra. Túl vagyunk az egész napos
strandolásom. Harkány azért iszonyat nagy élmény, de hozzá kell tenni, hogy nyilván azért ekkora élmény, mert nekem ehhez személyes kötődésem van. Nevezetesen az, hogy 90-es évek elején itt volt üdülünk Harkányban, és méghozzá ugyanebben az utcában, ahol most megszálltunk, ez a Bartók Béla utca, és a 23 számban ebben a tenkes társas üdülőben szálltunk meg. És régen pedig ott volt üdülünk, a szüleimnek ott volt üdülője a szaunában, ami a 25-ös szám. És ha már a személyes kötődésnél tartunk, akkor valószínű, hogy ez itt mögöttem. Mások számára csak egy telefonkaró lenne. Én viszont tudom azt, hogy régen itt egy telefonfülke állt. És ez azért volt fontos, mert amikor nekünk ebben az épületben itt volt egy nyaralónk, akkor még nem voltak mobiltelefonok, ez olyan 93-96 közötti időszak. És amikor mi ide jöttünk nyaralni, apukám beparkolt ide az udvarba, fölmentünk, és összeszedtük magunkat, aztán lejöttünk ehhez a telefonfülkéhez, és innen telefonáltunk keresztanyáméknak haza, sőt minden este telefonáltunk keresztanyáméknak innen, mert ők vigyáztak az állatokra otthon. Szóval sok itt az emlék. Nem akar fölfúrni a víz. Mit készítesz, édesem? Hát főzni kukoricát, bár mondjuk eléggé potter. Nincsen súly. Pedig te azt mondtad, hogy van. Igen, de azt úgy mondtam, hogy van. Ja, nincs. Így mondtam, tudod? Jó. És a rezsón. Ó, ott foszti a kukoricát az én drága feleségem. Filmekben szokott lenni az, hogy van egy nyaralóhely, vagy egy hotel, ami régen tök fölkapott volt. És aztán meg valahogy úgy már nem népszerű, és olyan féligen elhagyatottá válik. Na hát Harkány az pontosan ugyanez a hangulat, pontosan ugyanez a feeling. Kicsit olyan takarékon mennek a dolgok. Ennek ellenére nagyon frankó hely. Ez itt a szauna, társas üdülő. És most megpróbálom azt, hogy 20 év után be tudok-e menni. Na jó, azt hiszem, hogy ennyi elég lesz gyerekkori élmények hajkurászásából. Szombat reggel van, és ha megbeszéltek szerint, itt kezdtük a piacon a napot. Nagy piac. Nagy piac, nagyon sok a ruhás, nagyon szépen rendben van tartva, mert a Szegedihez képest, mert szerintem a Kecskeméthez képest. Ketchupot kérek bele. Ketchup szintén. A cipők, papucsok olcsók, lehet, hogy olyanok is. Már mondjuk a Norbika 500 forintos papucsa bírja már 4 éve talán. Bárcsak. Nézd csak, van ilyesmire gondoltam. Kénytelen voltál beruházni egy kalapra. Igen. Este vacsorára átmegyünk a szauna társas üdülőnek az éttermébe, ami Magyaros Csárda néven fut. Nem gondoltam, hogy ez valami megtörténik, de a szaunának az éttermében fogunk vacsorázni. Ahol viszont jó hangulat, mert valami zene szól, és úgy tűnik, hogy néhány öregasszony táncol is bent erre. Ez az étterem, ez
nagyon-nagyon régen, a 90-es években volt itt, akkor egy Pápics nevű pécsi ürgé üzemeltette, amikor én ilyen 11 éves lehettem, és amikor nekünk itt volt az időnk, amit már meséltem. És akkor nem egyszer leültünk ide kajálni, de minden alkalommal, amikor eljöttünk Harkányba nyaralni, akkor legalább egyszer eljöttünk ide kajálni. És aztán ez valahol a 90-es évek második felébe, talán 96 környékén bezárt. És én sose gondoltam volna, hogy ez újra kinyitja még a kapuit. Úgyhogy meglepődve észlelem, hogy nyitva. Hogy örülsz már, hogy tápolhatsz? Egy fél kacsát. Ide jött volna a szakács. Ez a kacsa sztori. Borány megye déli részén kirándulva az egyik legjobb helyszín az a Siklósi vár, ami gyönyörű. Gyönyörűen föl van újítva a Siklósi vár, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény megnézni. Nagyon szép állapotban van, tényleg nagyon érdekes kiállításokkal. A Siklósi várnak a teraszán állunk, és innen látszódik a Nagyharsányi hegy. Gyerekkoromban mindig ez volt számomra a klasszikus hegy, azért mert olyan csúcsos. Jó lehet, valójában egyébként ez egy domb, de tényleg gyönyörű. Ott szemben pedig a Tenkes. Hát de gyönyörű része ez az országnak. A Siklósi várban iszunk kávét, meg eszünk egy kis makaront, te meg kuglófot kértél. Itt kilátással a Tenkeshegyre, a Siklósi vár teraszán. Itt vagyunk a Mária Gyülik egy templomnál, és egymás szavát is alig halljuk gyakorlatilag ezen a részen. De egy gyönyörű, nyugodt nyári nap van. Meleg nyári nap. Pécsi Székesegyház. Mire ide értünk, kicsit beborult. Bal oldalt található a püspöki palota. Jobb oldalt pedig a levéltár. Ott meg a férjem.